Sziasztok, én Horváth András vagyok, mellettem pedig Attila teslások.hu-tól egy gyönyörűséges fehér Tesla Model 3-ban. Sziasztok! Ez a harmadik Tesla perc, ha jól emlékszem, igen. Azt hiszem. Szóval az a lényeg, hogy egy csomó minden történt, egyrészt meg lett a 100 000 követő nekem YouTube-on, ami köszönöm szépen. Tegnap megünnepeltem, úgyhogy nézzétek el, hogy egy picit másnapos vagyok. És ami még fontosabb, hogy hát a Teslával kapcsolatban egy csomó minden volt, amiről most beszélnünk kell. Például nem tudom, követted, de biztos követted, mert átküldtem a norvég adatokat. És én azt éreztem, hogy itt annó az iPhone 1-esnél, amikor átlépte azt a küszöböt, amire azt mondtuk, hogy megtörténik. Aztán majd mindjárt mondom, egy picikét után leült a lelkesedésem, de az volt, hogy 5038 darab Tesla Model 3-ot adtak el csak Norvégiában, március hónapban. Ezzel torony magasan megelőztek mindenkit. Tehát így a második helyezett a Volkswagen e-Golf volt 941 darab eladott autóval, a BMW i3 812-vel, Nissan Leaf 808, és utána az ötödik helyre befutott az Audi e-tron 655 autóval, és sokáig egyébként a harmadik volt az e-tron, csak szerintem elfogyott a legyártott mennyiség, és azért így megakadt, de 5000 darab Model 3 az elképesztő. Azért látszik Norvégiában, hogy van pénz lóvére. Hát van pénz lóvére, meg ott ugye azt tudni kell, hogy norvégoknál a benzines autókra kivetett adó nagyon magas, tehát akár az autó dupláját is ki lehet fizetni egy benzines autónál. És ami a lényeg, hogy most ez így, hogy képbe helyezzük ezt az 5000 adott Tesla Model 3-at, Magyarországon összesen van 10 000 zöldrendszámos autó, lehet, hogy most már picit több, de mondjuk 11 000. Tehát itt most egy hónap alatt 5000 darab csak Tesla Model 3-at adtak el, és ez valami elképesztő szám, és otthon ültem, minden nap néztem egyébként, mert ugye most kezdték el a szállításokat, és így azt mondtam, hogy most van az a robbanás, aztán kijöttek a pénzügyi eredmények, amit gondolom hallottál, és aznap estek 10%-ot a Tesla részvényei, mert hogy kiderült, hogy hát a 77 000 eladott autóból 63 000-et tudtak leszállítani, ami szerintem nem egy nagy katasztrófa, mert lehet, hogy nagy része az tranziton van, lehet, hogy hajón ül egy csomó autójuk. Ami nagyobb probléma volt, hogy 50%-ot estek a Model S és a Model X eladások, mindössze 12 000 darabot adtak el a 63 000-ből. Igen, mert ugye van egy Raven kódnév alatt futó projekt, amivel a Tesla Model S és a Model X ugye frissítést kap belül. Illetve új hajtástáncot, és szerintem most már ugye egyre többen hallottak erről, és mindenki kivár. Aha. És ez úgy tudni, hogy nyár végére lesz esedékes. Emellett ugye nem tudni, hogy az akkumulátor kapacitása változik-e, de valószínűleg 120 kW-os aksiról beszélnek, ami az egy új hajtáslánccal, én az 600 km-es hatótáv. Én azt gondolom egyébként, hogy a pletykáknak nincs olyan sok köze ahhoz, hogy megálltak az S és az X eladások. Szerintem egyszerűen a Model 3 kifogta a szelet a kétszer annyiba kerülő autóknak a vitorlájából. Azért ilyen 80-100 000 euró körül van egy Tesla Model S, ez az autó pedig 53-58 000 euró környékén, 58 000 euró? 58 000 euró környékén mozog. Viszont a pletykák azok valószínűleg igazak, és azt mondják, hogy a Model 3 hajtását kapja meg az S, ami mondjuk az S-nek a hajtása 93% hatékonyságú, ennek meg 97%. Ami hatalmas különbség, és hogyha tényleg kap még egy nagyobb akupakot, meg egy új belső teret, akkor újra felendülhetnek az S eladások. De én azt gondolom, hogy most a Model 3-ra kell koncentrálni, és ez egy borzalmasan nagy szám, ez a negyed év alatt 50 000. Az nagyon sok. Tehát, hogy ezek a BMW 3-as modellel összemérhető, tehát a 3-as BMW-kkel összemérhető számok. Na jó, akkor mesélj már egy kicsit arról, mert szerintem a nézőket nagyon érdekli, hogy most miért ülünk egy hófehér, illetve gyöngyházfehér kívül és belül pedig hófehér és fekete mintás, illetve hát ilyen összeálltású, gyönyörű szép Teslába, hogy rohadnál meg, hogy, bocsánat. Ugye volt az amerikai modell, a piros Model 3, és ugye egy nagyon jó barátom, nagyon kedves barátom megvásárolta gyakorlatilag tőlem az autót. És így kénytelen voltam ugye beszerezni egy másikat. Nagyon sok segítséget kaptam ehhez, hogy megvalósuljon, hogy minél hamarabb beleüljünk ugye az autóba. Nagyon nagy tisztelet a bécsi tesztlásokhoz. Rettentő segítőkészek, csak pozitív tapasztalatom van velük, és tényleg le a kalappal előttük. Te meg rohadjál meg, hogy egy ilyen gyönyörű autód van. Tényleg. Igen, tehát igazából sunyiban fehér autó, fehér belsővel
ez volt a cél, ugye a Model 3-ba, és hogy európai verzió legyen. Megvan. Egy dolog miatt nem sajnálom annyira tőled, mert ez nem egy performance modell, hanem csak egy AVD. Ha már AVD, ugye ez azt jelenti, hogy elől is van egy motor, meg hátul is. A pirosban csak hátul volt, meg amit Vegasban tesztelünk, az csak RVD volt. Szóval a long range meg e között mennyi a hatótáv különbség, nézted? Mostani szoftverfrissítés után ugye 25 km a hatótáv, ami különbség a két autó között. Tehát teljes feltöltéssel a sima long range 525 km ér, ő pedig 498 km. Viszont akkor most ugyanott vagy, ahol voltál eddig a long range-el. Igen. Mert hogy ez a durva a Teslába és az elektromos autóban, hogy a Tesla úgy érezte, hogy még tudnak adni egy kis hatótávot, tehát még kevesebb ballaszt van az akkumulátornál valószínűleg, vagy még hatékonyabbá tették a vezérlést, ezt nem tudjuk, de az a lényeg, hogy kapott pár százaléknyi hatótávkülönbséget. 5%-ot pontosabban. Igen, tehát 5% hatótávkülönbséget, például a Performance Model 3, amivel a Ferrari-ren gyorsulgat, akkor most már nem 3,4, hanem 3,2 másodperc 60%-on, úgyhogy majd szerintem további gyorsulásokat lehet csinálni, meg majd versenypályán, meg kakucsring, igen, tudom, nagyon sokan kértétek, megoldjuk szerintem. Szóval, és ez az autó is jobban gyorsul, meg nagyobb hatótáv. Így van. Tehát 500 km. A long range az meg mondjuk 5-25 lenne. Szóval én azt mondom, hogyha tehetitek, akkor Model 3. Én is ezt mondom. Tehát most konkrétan kimerjük jelenteni azt, hogy a világ legjobb elektromos autója. Árteljesítmény nézve valószínűleg igen. Nyilván akinek SUV kell, annak ez nem jó, tehát hogy most ebben ne is menjünk bele. Valakinek az e-tron a jó autó, valakinek az I-Pace a jó autó, valakinek az i3, mint például nekem, mert hogy én ezt nem tudom megfizetni, egyszerűen még mindig annyival többbe kerül, nincs használt piac még. Több Patreon támogatót. Hát igen. Nem akarsz támogatni? De én támogatom. Én támogatom. Annyira nem. Na jó. Egy kajával maximum. Oké. Egy csomó minden újdonság is jött, tehát a plusz hatótáv és a nagyobb gyorsulás mellett, tehát a jobb gyorsulás mellett lett új autópilot, ráadásul lesz még újabb, amit Elon Musk megpedzegetett, hogy lesz valami új hardware, amit meg fognak tudni rendelni azok, akiknek régi hardverjük van, és hogy majd fel fogja ismerni a piros lámpákat, meg fog állni a piros lámpán, és hogy általában most ebben a hónapban be fogja ezt mutatni. Igen, ugye 2.5-ös autopilot rendszer van az autóban, és most ezt upgrade-elni fogják a 3.0-ra, ami rengeteg újdonságot tartalmaz. Ez a piros lámpa, ugye, tehát detektálni fogja a lámpákat, ugye teljes city drive-ot ígérnek, tehát az, hogy a városon belül teljesen önvezető képessége lesz az autónak. Emellett ugye a parkolóba Azt majd megcsináljuk, mert hogy... Vagy nem lövöm le a poént, vagy lelövöm. Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy oda jön hozzánk a bejárathoz az autónk, tehát hogy így telefonra, és így nem kell benne ülni. Ezt majd külön megcsináljuk, meg a Sentry módot is megcsináljuk, ugye az is újdonság. Igen. Illetve hát a dog mód, amit most így meg is mutatnék, hogy néz ki. Hát most egy töltőn vagyunk, és hogy én erről a dog módról, ami ugye arra való, hogy a kiskutyánkat benne hagyjuk a kocsiba, akkor látják a kijelzőn, és hogy ne törjék be az üveget, és ne hívják ki a rendőrséget, és hogy én erről mindig arra asszociálok, és hogy lehet, hogy van is Elon Musknak egy ilyen hátsó gondolata, hogy hát amikor töltesz, akkor a dogi módba a barátnőddel addig elütöd az időt, szóval a dog mód, és tehát én most már mióta meglettem ezt a dog módot, csak erre tudok gondolni, hogy töltés közben dog. Jó, te latin lover vagy, tehát én nekem eszembe sem jutott ez a hasonlat. Én figyelj, mióta megláttam, mert hogy egyébként meg tökre kirekesztő, mert hogy például miért nem pet mód? Mert macskának meg nincsen, és a macskámat akarom benne hagyni, akkor mi van? Tehát, hogy ez dog mód, ez egy picit, ugye Elon Musk szeret ezekkel a szexes dolgokkal szórakozni, Model S, szexi, meg minden, tehát, hogy na mindegy, nekem mindig ez jut az eszembe, de egyébként tök jó, hogy gondoltak is erre, hogy van ilyen dog mód, és akkor ilyen aranyos kiskutyát megjelenít a kijelzőn, és akkor azt mondja, hogy ne aggódjatok, itt aki kintről mondjuk benéz, én itt a gazdán beállítottam a kutyamódot, és akkor kutyapózban ülhetek itt, és nem akarok ebben belemenni, az a lényeg, hogy ilyen nagyon aranyos... Írjátok le kommentben, hogy mit gondoltok róla, igen, erről igen, a módról. De ilyen aranyos finomságok jönnek szoftveresen, ami szerintem zseniális, hogy tényleg veszel egy autót és folyamatosan kapod a feature-eket, mint például a holtérfigyelő bimbam volt, az működik egyébként? Működik neked? Már, igen. Tehát az is egy teljesen újdonság. Dashcam. Dashcam, igaz, mi? A dashcam az ugye rögzíti folyamatosan a két oldalsó hát kamerát, a Sentry mód. Igen. De ugye rögzítés egy USB drive-ra, amit vissza is tudunk nézni. Aha. Az illetve cloud-ba
feltölti. És akkor meg tudod nézni, hogyha valami gáz van. Ugye, amit még ígértek, hogy ugye most 9.0-as szoftververziónál járunk, a 10.0-ba jönnek a nagy duranások. Ugye nagyon sokan panaszkodtak azért, hogy nincs YouTube, nem tudnak videót nézni mondjuk töltés közben, tehát nem menet közben. Ezért van a végül is a dogmód, hogy a barátnőddel addig el is... Így van. Ezt egyébként ez azért mondom, mert olvastam ilyeneket fórumokban, hogy ti szoktatok szexelni Supercharger töltelmeset, és így szoktak emberek. Mert hogy így van, mit tudom én, 30-40 percük, hát mit csináljanak? Na igen, szóval lesz YouTube. Igen, szóval lesz YouTube, lesz Netflix, tehát kompletten egy App Store nevezetű alkalmazás lesz a 10.0-es szoftverbe, ami elvileg ősszel megjelenik. Ez és most 9.0. Igen, 9.0, pont akármi. És tehát onnantól fogva azt mondom, hogy Canon, tehát nincs jobb, minden lehetőség ott lesz az autóba, amit szeretnél. Elképesztő egyébként, hogy mennyire odafigyelnek el, és ez szerintem tök jó, hogy így mindig kapsz újdonságokat, tehát hogy vettél egy autót viszonylag drágán, mert azért sok pénzről beszélünk, de azt érzed, hogy törődnek veled. Kapsz plusz hatótávot, plusz gyorsulást, plusz erőt kapsz, plusz szoftvereket, dogmódot, Netflixet, YouTube-ot, lesz Chromium böngésző állítólag, tehát hogy még jobb legyen a böngészés élmény, mert azért most még vannak problémák. Illetve hát ami még újdonság volt ugye az elmúlt hónapokban, hogy jött az új Supercharger, a V3, ami 250 kW-os töltést tesz lehetővé, ahol átalakítják ezeket a töltőket, ugye Amerikában elkezdték, Európában is, ahol van erre megfelelő mennyiségű áram. 250 kW, ez pont kétszer annyi, mint eddig volt. És a Tesla Model 3 például ezt ki tudja használni. Az mennyit is jelent? 1600 km-t kapna óránként, hogyha tudná tartani ezt a töltéssebességet. Azért ez elég durva. Igen. Tehát most például itt vagyunk töltőn, itt most ilyen 40-50 kW-tal tudunk tölteni, normál töltő. Egyébként kaptál ide PC-re töltőt, az tök jó. Hát nem PC-re igazából, mert PC-re nem raktak töltőt, de Maglodon itt van a Decathlonba, és 3 km, és tényleg nagy hála nekik. Egyébként nagy tök jó. Ez mondjuk egy fizetős töltő, most még hogy van az árazás? 10 forint per percbe kerül a töltés, körülbelül úgy lehet számolni, hogy olyan 15-16-17 forint egy kilowatt, amit de hát az túl olcsó. Túl olcsó, ez egy tesztidőszak április végéig, de nagyon korrekt árazása van, le a kalappal, és mindenki jön ide és töltsön fizetősen, ne az ingyenes töltőt használják. Ez egy hatalmas beruházás a töltőhálózat létesítőjének, és megérdemlik, hogy fizessünk. És azt tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni egyébként? Nem tudjuk. Aha. Nem tudjuk. Hát gondolom azért lenni jóval drágább lesz, de akkor is mindenféleképpen, hogyha normális árazás, akkor én azt gondolom, hogy ez a jövő is, hogy a hosszú utatnál fizessük ki szépen a 80-100-120 forintot akár, de az biztos, hogy az ingyenes töltésnek vége kell, hogy legyen, mert nem lesznek töltők különben. Igen, tehát ez tényleg az embereknek a tudatába kell vésni, hogy ha elektromos autót vásárol, nem azt jelenti, hogy ingyen fog élete végéig tölteni, és semmilyen költség nem lesz rá. Ugyanúgy fog fizetni, de jóval olcsóbban fog járni az autóval, illetve környezetkímélés szempontjából egy nagyon fontos dolog. Így van, én azt gondolom, hogyha hosszú utakon még drága is lesz a töltés, akár annyiba fog kerülni, mint hogyha benzines vagy dízel autóval mennék, akkor is az év 320 napjában az átlag ember az otthon fog tölteni, és az még mindig nagyon-nagyon olcsó, és 1-2 literes fogyasztással lehet átszámítani a költségét. Hát Attilám, köszönöm szépen, meg szerintem tök jó, hogy újra felvettünk egy Tesla perceket, már elég rég volt, és most elég sok mindent össze kellett írjak, hogy utolérjük magunkat, és azt gondolom, hogy a jövő hetekben is, hónapokban is lesz bőven például a parkolós, oda önvezetős kis mókát megcsinálni, Sentry módot felvehetjük, mert azt mindenféleképpen meg akarom mutatni. És hát azt hiszem, hogy eljött a pillanat, hogy már nem mondogatom, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, vagy ilyesmi, mert hogy meglett a 100 000, ami elképesztően szép szám, ha van kedvetek, iratkozzatok fel, ha nem, akkor az se baj. Nagyon nagy köszönet a Attilának, hogy mindig rendelkezésre bocsátja a jó kis Tesláját, és rohadjál meg, hogy lett egy ilyen gyönyörű szép autód, bocsánat. De bármikor. Nagyon nagy köszönet a Kapu.hu-nak, a Reghoz ZRT-nek, a Tiszta Energiáknak és az Elbásodnak a támogatásért, meg Attilának is, meg a Patreonosoknak is, meg mindenkinek. Kövessétek a teslások.hu-t, igen, egyébként. Az a baj, hogy nekem te Attila vagy, nem teslások.hu, de tudom, hogy igen. Ja. De kevesen vagyunk, még 8000-en vagyunk az Instagramon, és így van, kövessetek. Legyen meg a 10 000, legyen 10 000, meg a 10 000. Igen, hogy tudjon linkeket rakni nektek, és akkor reklámozhatod a teslások.hu oldalt, amin egyébként meg csak teslás híreket olvashattok, úgyhogy szerintem ennyi volt a mai epizód és a következő epizódig. Amikor ezt nézitek, szerintem éppen Rómában vagyok, és Formula E autókról forgatom Marcival. Hát én ennyit tudok hozzátenni, tehát hogy te az autód miatt, én megmegyek Rómába, a Kolosszeumhoz, és így
Szerintem a Formula egy nagyon érdekes téma, úgyhogy amikor ezt nézitek, én valószínűleg ott kint izzadok Rómában, és forgatunk Formula autókkal. Jó lesz. Úgyhogy ez a következő epizód szerintem majd következő heti, meg még lesz Sony kamera teszt, lehet, hogy lesz egy új MacBook Pro teszt, tehát egy csomó minden. Úgyhogy jövünk. Sziasztok. Sziasztok. Ciao. Hello. Ne legyél morcos az elején, mindig morcos. Ja, jó, okay. Sziasztok, én Horváth András vagyok, én pedig Pálinkás Attila mellettem a teslások.hu-tól, mondjam ezt ilyen bőven. Mondjad, sziasztok. Elkezdem újra. Sziasztok, én Horváth András vagyok, mellettem.